apa és nagypapa lelkévé az ő örök boldogságáért a mennyben ajánljuk föl, egyben kérjük a Szentlélek vigasztalását, hogy enyhítse gyászunk fájdalmát, és erősítsen meg minket feltámadás és az örök élet hinnében, amikor majd itt a Földön elveszített szeretteinkkel a mennyben újra találkozhatunk a végtelenségig, hogy méltóképpen ünnepeljük ebben a gyászmisében az Úr szent titkait. Egy kis csendet tartva vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyít a töredelmes szívőket, Uram irgalmaz. Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket, Krisztus kegyelmet. Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közvetlen értünk, Uram, irgalmaz. Irgalmazol nekünk, a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Istenünk, mindenható Atyán, Szent Fiadról, hittel valljuk, hogy meghalt és feltámad, add kegyelmet, hogy ennek a szent mise áldozatnak erejéből gyermeket peredsz, aki Krisztusban halt meg. Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak is, aki veled él és uralkodik a szent életkerekségben, Isten mindörökön örökké. Segíts a bűnösöket
községünk elmúltjai, különösen a dobot, akikért már senki sem imádkozik, hallgass meg, Urunk! Ó, meg minket a készületlen haláltól, az, hogy mindenkor a Te szerető utaidon járjunk, hallgass meg, Urunk! Vigasztald meg Istenünk az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség vegye erőt rajtuk, hallgass meg, Urunk! Dicsőséges megváltott Jézus Krisztus, hallgass meg könyörgő szavunkat, Ferenc szeretőt üdvösségért és bűneit megbocsát. Tedd őt megváltásod boldog részesévé, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség is Te lemelt a Te bőségességedből, kaptuk a kenyeret, fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberünk a gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten, mint örökké. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részesedett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kapjuk a bort, fölajánljuk neked, mint a szőlődő termését és az emberünk a gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten, mint örökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, hogy Istenünk fogadja el minket, legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd Te, Uram, bűneimet, s védkeinktől tisztíts meg engem. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk el áldozatunkat, gyermeket Ferenc üdvösségéért. Kérünk, hogy aki vallott a Szent Fiadat kegyes megváltójának, irgalmas bírájára találjon benne, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjuk neked. Mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ő üdvözíti a világot, megújítja az emberiség életét és feltámaszt minden megholtat. A Te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mind örökké látnak Téged. Add kérjük, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenem, minden szentség forrása, kérünk. Szentelt meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje az új
szeretetben, Ferenc pápával, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt emlékeznél, Urunk Ferenc szolgáló, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesül, fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten édesanyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele is, ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélek kerekségben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökké. Amen. Ha Isten Atyánknak szólítjuk testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj figyessen békét napjainkban, hogy irgalmattól mindenkor bűnét baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnket, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne védkeinket nézlek, hanem egy házat kitét, őrizd meg szándékod szerint lényében is. Add meg a teljes egységét, aki ért és uralkodó mind örökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke, jelen legyen békesség, köztünk mindenkor béke veletek. A mi Urunk Jézus Krisztus, testének és vérének egyesítése. Váljék a szent áldozásból, lelkünk üdvösségére. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékokba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizzen meg minket az örök életre.
Várva várjuk üdvözítőnket, Jézus Krisztus. Ő majd átalakítja a gyarló emberi testünket, és hasonlóvá teszi saját dicsőséges testéket. Könyörögünk. Kérünk, aki most eltöltött ebből a világból, tisztítsa meg ez a szent mise áldozat és oldotta fel bűneinkből, hogy a feltámadás örömébe jusson. Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a temetés 11 órakor kezdődik. A lehető legegyszerűbb módon így határozta meg a érsek úr, vagyis hogy nem arra hatalozónál fogunk gyülekezni, hanem a sírnál fogom elmondani a temetési szertartást. Az előírásoknak megfelelően mindenki magba vegye részt, a személyes részvét nyilvánítástól tartózkodjunk. Én mindannyiunk nevébe fogom a részvétet kérni a gyászoló családtól. És hát 50-nél többen ne menjünk ki, aki úgy gondolja, hogy esetleg már túllép rajta az 50-en, az gyújtson egy mécsest otthon, és így rója le a tiszteletét 11 órakor, és akkor párhuzamosan veszünk egymással. Akkor fogadjátok a gyászmise végén az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és örökké irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A gyászmise véget ért küldetésünk van, égünk békében. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Szülője, könyörgésünket meg.